igaz történet alapján. Ördög lakat. West Memphis, Arkansas. május 5. Egész jó hangod van, Stevie. Kapsz majd tőlem egy Gracelandet, anyu, amilyen Elvisnek is volt. Kaphatnék egy ígéret földjét, hogy ne utánozzuk. Jól van. Iparkodj. Well, that's all right, mama. That's all right with you. Most pedig következzen a nap fénypontja. Harmadik Napóleon márvány tetejű mahagóni íróasztala. A nyitólicit $15,000. $15,000. Ki ajánl 16-ot? 16. $16,000. 17,000. Jól hallom a 18-at? 17,000 először. $17,000 másodszor. 17,500. 17,500. 18. 18. 18,500. 18,500. 19. Jól hallom a 19,500-at? 19,500. 19,500. Ki ad 20-at? 20,000. $20,000 kínálnak érte. 20,000-nél tartunk, 20,500. $20,500. $20,500, ki kínál 21-et? 21. $21,000, $21,000 először, $21,000 másodszor. Eladva az úriembernek $21,000. Mehetek bringázni? Mi lesz a leckéddel? Már megírtam. Megmutatnám az új bicómat. A nagypapától kaptam. Annyira klassz. Léci, anyu! Tudod, hogy 5-re dolgozni megyek? Tudom. Hazajövök. Fiam, ha 16:30 nem talállak itthon, szobafogságot kapsz, érted? Igen. Köszönöm, anyu. 16:30 jövök. Szeretlek. Én is téged. Na, sipírc.
Terry, ne bohóckodj. Kérlek, kérlek, vigyázz a ruhámra. Dolgozni megyek. Muszáj bemennem? Muszáj. Hol van a srác? Biciklizni ment Michael-lel. Kértem, hogy fél ötre érjen haza. Hajtottam a fekete vonat híd alatt, a kisúton. Elmentem egész a kamionos pihenőig, és ott parkoltam le a bringámat. Sehol sem látom a fiadat. Ha megjön, üzenem, hogy büntiben lesz. 2 hétig. Majd előkerül. Nyugi. Persze. Sietek haza. Szia szívem. És amikor a többiek is odaértek, átmentünk azon a nagy csövön, arra a helyre, a Robin Hood erdőben, amit úgy neveznek, az ördög barlangja. És senki sem tudja, mi történt. Csak én. Hol van Stevie? Még nem jött haza, Pam. Nem találjuk. 17:30-kor látták utoljára az udvarukban? Úgy van. Kikötöttem, hogy várja meg, amíg hazaérek. Tudja, megbüntettem, mert az utcán gördeszkázott. Csak rásóztam párat az övemmel. Itt még hallgatom. Fekete férfi a Bojangles étteremnél. A gyanúsított vérzik. Utána nézne, vége. Már is indulok. Csak türelem, előkerülhet. Majd jelentkezem. Hé, hey, még nem végeztünk. A 8 éves Yuki. Fiam kint kódorog Csitulj a sötétben. Már. Vérző embert jelentettek? Igen. Igen. Én vagyok az üzletvezető. Úgy fél órája jött be hozzánk. Egyenest a női mosdóba ment. A női mosdóba? Igen, hölgyem, a nőibe. Fekete férfi. Kissé zavarodottnak tűnt, és az arca véres. Be van vixelve a karja. Igen, utána mentünk, és a fal csupa vér volt. Most hol van? Pár perce kitántorgott az utcára. Megmutathatom a vért. Előtte szétnézek ideként. Be sem akar jönni? Hogy mind a hárman arra mentek. Kereskedjük! Nem szólhatott volna erről korábban? Kirángattam egy csomó embert. Stevie! Hallasz engem? Stevie! Gyere elő! Nem fogsz kikapni, szívem! Gyere szépen haza!
Lehet, hogy vízbe fulladt. Központ 359 a helyszínen. Küldtek már valakit, hogy keresse a fiamat? Három fiú eltűnt, tudok róla. Őket kutatjuk a sötétben. Rengeteg eljöttek, szomszédok, gyerekek. Van, akit nem is ismerek. Kérem, de nincs hölgyem. Egyetlen. Hallgasson egyetlen végig. Rendőr sem, aki segítene kérem. Nekünk. Megtesszük, ami tőlünk telik. Megértem az aggodalmát. Nekem is van két fiam. A fiúk hajlamosak, kalandvágyból elkóborolnak. Az én fiam! Csak 8 éves! Éjszakai fény mellett alszik. Kizárt, hogy elszökne! Asszonyom, kérem csillapodjon le. Majd ezzel nem segít. Ma meg lesz a fiam! Itt állunk az iskola előtt, melynek 3 diákja eltűnt. A szülők rettegnek, és mindenki aggódik. Ha jól emlékszem, ebédidőben láttuk őt utoljára odahaza. Aggódom, Christopher miatt. Kávé? Nem jelentkezik, és ez köszönöm, nem van rá. A számlát tudom, hogy eszébe sem jutna elszökni. Mostanában gyakran eszik itt. Jól is megmondhatja. Csak nem miattam jár ide. Nagyon megrémítő. Tudja, odahaza nem sűrűn főzünk. Kérek mindenkit, aki látta őket, hogy keresztül. Örülök, hogy kapóra jövünk. Úgy hiányzik az égi. Tartsa meg. Még sosem féltem ennyire. Úgy látom, mindenki rendkívül feszült. Fogalmuk sincs, mi történhetett. Nem csupán az eltűnt gyerekek miatt aggódnak. Féltik a közösség nyugalmát. Itt a 370-es kutatóegység. Még mindig nincs nyom. Folytassák 370-es. Mint tudják, eltűnt 3 fiú Holiday Gardenből. Az egész közösséget felzaklatta, ami érthető. Rokonok, szülők lehetnek érintettek. Nehéz helyzetben vagyunk. Alaposnak kell lennünk, de kíméletesen faggatózzunk. 3 egység mutatja a folyót. Amint találnak valamit, jelentkezünk. Én magam fogom vezetni a kutatást. Besegít a Crittendeni kutató és mentőcsapat és a memphiszi rendőrség. Az áramszolgáltató megadta az üres épületek címét. Számtalan civil önkéntes vonult ki. Egyértelmű, hogy az ügy elsőbséget élvez. Ezentúl minden egyebet félreteszünk, nem lesznek a fiúk. És úgy éljek, megtaláljuk őket. Itt a 370-es. Tovább megyünk a főút felé. Vége. Itt Steve Jones. Az erdőben vagyok az ördög barlangjánál. Találtam valamit. Már is megyek!
A ruhájukat és a bicikliüket. Vettem. Várjuk a halott gépet. A további utasítást a vezető nyomozó adja. Vége. Jézus az én Uram, kövess a mennybe! Ne! Ne! Nyugodj meg! Stevie! Ne, Istenem! Nyugodj meg, Pam! Ne! Nyugodj meg! Csak azokról akartam kérdezni, akik mostanában erre jártak. Látom, sok vendégük volt. Kedvesek hozzánk. És nagy lelkűek. Egy Bobby DiAngelo nevű fiatalember járt itt? Igen, benézett. A szülei jó barátaink. Volt vele valaki? Igen, a haverja, Chris. Christopher Morgan. Régebben jégkrémes kocsit vezetett a környéken. Ez a fiatalember az? Igen, ő az. Tudja, Pam még meg is kínálta. Bőven akadt étel. Bobby fényképet akart kérni Stevie-ről. És egyszer átjött, hogy mutasson Stevie-nek egy gyűrűt. Nem tudom, milyen fémből készült. Koponyás vagy kígyós. Akkor kért fotót Stevie-ről. És adtam is. Értem. Értem. Mi is kérnénk egy fotót Stevie-ről, mert megmutatnánk kihallgatás közben, hogy valamint sajnos kénytelenek vagyunk vér és hajmintát kérni önöktől is. Tudják, a nyomozás miatt. Tessék, tegye el. Vigye az összeset. Nem kell. Nem kell. Nem kell. Nyugodj meg. Te segíthet? Semmi baj. Oceanside rendőrség. Kit adhatok? Aha. Már is. Üdv. Én vagyok Chris Morgan. Úgy tudom, keresnek. Rég nem találkoztam Stevie-vel, úgy cirka másfél éve. Amikor jégkrémet vett tőlem. Biztos, hogy mind a három srác vett tőlem jégkrémet. Azért néztünk be aznap Stevie-ékhez, mert Bobby nagyon bírta. Ki akartuk fejezni a részvétünket. Jó érzés volt. Örültek nekem. Mi volt az általános benyomás a Morganről? Én azt mondom, hogy nem stimmel vele valami. Elég gyanús, hogy olyan sietve lépett le Kaliforniába. Értem.
Kérhetnék valamit? Hogyne. Kihallgatná még egyszer Morgant? Aha. Most elég nagy rajtunk a nyomás. Azt elhiszem. Gigászi feladatot kaptak. Hogy van? Ha végeztem, hívom. Remek. Köszönöm, nyomozó. Komolyan? És ez a vestek... Csinálhatnám. Lemezborítok a Jason. Mit éreztek? Ja, ez jó ötlet. Még összejöhet. Halljuk, Angie. Hát nem is tudom. Érdekes volt. Heavy metal zene. Szellemtábla. Mindezek kaput nyitnak az erőszak és pusztítás sötét világába. A vandalizmustól kezdve az állatcsonkításon át, a rituális gyermekáldozatig. Ezer ilyen eset van. Évente. A fiam Aaron. Nagyon jóban volt a fiúkkal. Michael Moore és Chris Byers a legjobb barátai. Jártál a Robin Hood erdőben? Igen. Csak egy pillanat. Amikor válaszol, szeretnénk, ha a kamerába néznél. Tudod, egyenesen a lencsébe. Halljuk. Jelen voltál a fiúk halálakor? Igen. Mit mondtak a kórházban, Damien? Mániákus depressziót diagnosztizáltak nálam. Most terápiára járok, és dimifereffint szedek. Mit érezhetett szerinted a gyilkos? Dehogy. Azért furcsa, hogy megjelvezte. Kérdezik meg először. Nagyon is. Élvezetből ölt. Na és te, Jason? Ismerted a fiúkat? Nem, uram. Hiszel Istenben? Igen, hiszek. Na és te, Damien? Te hiszel Istenben? Vagy a sátánban? Hiszek egy Istenben. Egy női Istenben. És a sátáni erőben. A sátánban nem. Érdekelt a Wicca vallás, a fehér boszorkányság. Amikor elmész a Robin Hood erdőbe, kivel szoktál kijárni? Chris-szel és Michael-lel. Korábban láttál valamit odakint? Láttam. Férfiakat. Futottam. És Jesse elkapott. Majd megkötözött. És meg akart szúrni. Az oldalamon. Belerúgtam. Majd megfogta a kezem, és megvágtuk Chris-t. Brian Ridge nyomozó vagyok a West Memphis-i rendőrségtől. A kihallgatott tanú neve Jesse Lloyd Miss Kelly Jr. Jesse, 1993. május 5-én szerda reggel telefonon kerestek. Jól tudom? Így volt. Jason Baldwin hívott. Megkérdezte, elmegyek-e West Memphisbe. Nemet mondtam. Melóztam, meg minden, és azt mondta, mennie kell, így elmentek Damiennel. Majd mégis velük mentem a Robin Hoodba. Jesse és Damien felvették, és egy vödröt tettek a sebe alá. Tehát láttad, hogy Damien fejbe veri Chris Byers-t? Igen. Mivel ütötte meg? Ököllel vágott oda neki, de tök durván. Aztán Jason megfordult, és megütötte Stevie Branch-et, és Michael Moore meg lelépett. Én meg elkaptam és agyaltam, amíg oda nem értek. Aztán meg leléptem. Kinél volt a kés? Jasonnél. Láttam, ahogy megvágja az egyik srácot. Ah!
rendőrség? Michel, nyisd ki az ajtót! Damien Echoes-t keressük. Gyerünk! Nézzenek szét hátul! Te vagy a húga? A szüleid nincsenek itthon? Csak filmet néztünk, hagyják békét! Jason Baldwin, téged is letartóztatnak. Miért? Szándékos, pofa be! Emberölése! Kettével is történt! Főnök, a rendőrség sajtókonferenciát tart. A rendőrség és az áldozatok családja nevében. Damien Echoes, Jason Baldwint és Jesse Miskellyt letartóztatták az éjjel és megvádolták a Robin Hood erdőben talált fiúk megölésével. Kicsel felügyelők, kérem! Tudja, hogy kérem. Az indítékunk? Beszélhetnénk velük? Igen, de egyelőre nem árulhatom el. A három vádlott valamilyen szekta tagja? Ez ügyben sem nyilatkozhatok. 1-10 skálán mennyire érzi biztosnak az ügyüket? 11. Mint megtudtuk, Jesse Miskelly vallomása jelentette az áttörést. Ő az egyik vádlott abban a borzalmas ügyben, amely sokkolta az egész közösséget. Sátánisták járnak köztük, és kérem, hogy ügyeljenek a sátáni befolyás hat biztos jelére. Halál iránti megszállottság, sátáni kellékek, emberrablás, szexuális bántalmazás, kanibalizmus és hamvasztás. Úgy gondoljuk, mások is tudtak róla, hogy ezt a három kicsikét fel akarják áldozni. A nejemmel együtt rettegünk. A sátán és démonai már régebben is munkálkodtak errefelé. A gyilkosság indítékának a sátán imádatot tartják. Ebben a cikkben azt írják, hogy Damient az ismerősei látták feketébe öltözve egy macska koponyával. A 666-os számot írta a bakancsába. Majd utalnak két meg nem nevezett lányra, az egyik látta Damient vért inni. A másik szerint meg egy társuk fejének levágásával fenyegetőzött. Energikus fiatalember. Bizonyosan összefüggésben áll a heavy metal zene és a sátánizmus. Egyes lakosok egy sátáni szektát tartanak felelősnek. Egy helyi lelkész szerint Damien Echoes, az állítólagos vezető, idézem, lepaktált az ördöggel és a pokorra fog jutni. Más valaki a gyilkost a gonosz reinkarnációjának megtestesülésének tartja. Ukrajnában pedig a nukleáris fegyverzet csökkentés tárgyával. West Memphisben az ügyészség megerősítette, hogy az állam halálbüntetést kér mindhárom kamaszkorú vádlottra. Arkansasban 4 egyet végeztek ki, mióta a legfelsőbb bíróság engedélyezte a halálbüntetés visszaállítását. 2990-ben, egyet-egyet pedig 1991-ben és 90-ben. Te elhiszed ezt, Glory? Halálbüntetés? És mindhárman kamaszok? Istenem, Jason még csak 16 éves. Kéne egy jó nyomozó, de a bíróság nem áldoz rá. Üzenem a kijelölt védőknek, hogy állok szolgálatukra. Pro bono. Jól végig gondoltad? Már így is van épp elég dolgod. Itt ez a biztosítási csalásügy. Nem most kéne beállnod jó szamaritánusnak. Tudod, mit tartok a halálbüntetésről? Ez a legkevesebb. Persze, de ez az ügy borzalmas. Na és ha ők tették, gondoltál már erre? És ha ártatlanok? Egyébként is. Már 3 halott gyerek is sok. Indulok. Mr. Lex, Dan Steven, Jesse Miskelly ügyvédje. Ő Paul Ford, Jonesboro-ból. Ő védi Jason Baldwin, Twell Price a közvédő, akit kirendeltek. Damien Echoes mellé. Foglaljon helyet.
Jesse visszavonta a vallomását. Ez meglepte? Nem. Ki vallana be egy ilyen bűncselekményt, ha nem ő követte el? Kerestek szakértőket? Egy orvos tanúsítja, hogy Jesse egy 6 éves szellemi szintjén áll. Hivatalosan is retardált. Bűnösnek tartja? Tapasztalatom szerint a legtöbben azok. Nos, Mr. Lex, ha bűnösnek véli őket, miért akar segíteni a védelmükben? Mivel, ha maguk tehetetlenek, az állam végez 3 fiúval. Márpedig ezt nem nézhetem tétlenül. Meséljen Damien Eckholtzról. Egy lakókocsi parkban él a családjával. Segélyből. Problémás kölyök. Többször meggyúlt a baja a törvénnyel. Javítóintézetben is ült. Már igen, csak régóta vagyok Damien pártfogó tisztje, és mindig felidézte bennem a megjelenésével a filmes tömeggyilkosokat. A bakancsa, a kabátja, a metal zene, a loncsos fekete haja. Látta már az orvosi aktáját? Ez a gyerek beteg, hiszen kibe jár a pszichiátriára. Úgy hallottam, érdekli az okkult. Ó, igen. A követői között van Jason Baldwin is. És persze a terhes barátnője. A nevét késsel bevéste a karjába. Aggódom a baba miatt. Miért? A pletyka miatt, hogy feláldoznák a sátánnak. Hisz benne? Jó, hogy hiszek. Ugyan, Jerry. A sátán imádatot tanulmányozta már az FBI, és szerintük több a füstje, mint a lángja. Tudom, mit láttam a saját szememmel. És tele volt minden okkult tevékenység bizonyítékaival. A régi, elhagyatott iskolaépületben Steve Jones látott valamit. Akár egy kép, ami rémlik, egy könyvből, a sorozatgyilkos szemfiáról szólt, mintha valaki úgy rendezte volna be a helyszínt, hogy újraéljék az eseményeket. Azóta hajtogatom a helyi rendőrségnek, hogy ügyeljenek, mert tudtam, hogy szörnyűség készül. Átküldtem Steve Jones Damien házához. A szobájában csupa eszement holmit talált, az okkult hit bizonyítékait. Úgy egy éve Damien közölte, hogy a helyiek elérték az állati áldozatbemutatás végső fázisát, és tudja, hogy mivel nyerhetnek több hatalmat. Akkor nyáron azt mondta, most jöhet a következő lépés. Az ember áldozat. Ember. Stevie. Pam. Pammy. Kics. Gyere. Az asztmáddal dohányzol? Biztosan önpusztító vagyok. Beszéltem a pártfogó tiszteddel, Jerryvel. Bőven akadt mondandója. Sejtem. Sok holmit találtak a szobádban. Bizonyítékot az okkult érdeklődésedre. A füzeteimet. Dalszövegeket másoltam bele. Idézeteket a kedvenc könyveimből. És amit neki mondtál? Hogy a sátán imádók emberi áldozatra készülnek? Azzal csak szivatni akartam. Na és hogy megeszed apádat és elvágod anyád torkát? Driver kamuzik. Nem csak ő mondta. Sokan állítanak efféle ijesztő dolgokat. Ezt hallgasd. Miért figyeljek magára? Miért válaszoljak a kérdéseire? Talán az ügyvédem? Nem. Csak velük dolgozom. Nekik dolgozik? Mi maga, valami ügyvédbojtár féle? Magánnyomozó vagyok.
De nem fog képviselni a bíróságon, ugye? Nem. Ahhoz nincs képesítésem. Szóval csak bízzak magában, és tálaljak ki. Ha szeretnéd, hogy segítsek. Azok a zsaruk elég rémisztők. Tuti, képesek bármire, hogy kiszedjék, amit hallani akarnak. Miért vádolna téged hamisan ennyi ember? Miért hazudtak annyian a boszorkányokról Szálemben? Ha valami különös történik errefelé, rögtön a sátán imádókra fogják. Vagyis rám. Na és mi volt a gond a Jonesboro-i javítóintézetben? Azt állítják, emberi vért ittál. Nem erőszakoskodtam, ő ajánlotta. Én csináltam, egy késsel. Így hívják a barátnőmet. Már tök régóta vagdosom magam. Miért? A vérben hatalom van. Általa nyerünk erőt. Mások vérének ivása által. Vagy harapással, vágással, és rítusokkal. 10 éves korom óta rendszeresen iszom. Sátánista vezetőnek tartanak. Tévedés. Azt hiszik, szektánk van. Tévedés. Csupán érdekel a boszorkányság. Mely hatalmat ad? Befolyást. Pam, gondolja, hogy a tettesek valóban imádják a... A sátát? Igen, gondolom. Gondolom. Miért? Nézd el rájuk. Mocskos kis pankok. Visszataszítóak. Egy normális ember nem szokott így kinézni. És azt a rémes Richard hallgatják, és mindenki tudja, hogy hallottam sok embertől. Ők is hallották, hogy tudja, imádják a sátánt, és kutyákat ölnek többek között. Egy emberről sokat elárul az öltözködése? Bizony, én azt vallom. Nem öltözködik úgy az ember, ha nem... Pam, mi van a kezében? Csak egy darab Stevie cserkész egyenruhájából, amit tegnap kaptam vissza, és most pántként hordom a fejemen. Élvezte a cserkész létet? Csak bolondozok. Igen, imádta. Imádta. Tényleg. Mindig izgatottan várta a versenyeket, meg a cserkész gyűléseket, és... Hát igen, imádta. Láttalak a tévében. Teljesen meghibbantál. Gyászolnod kellene. Nem pózolnod. Ezt meg hogy értsem? A tévében. Fogdostad azt a kendőt, mint valami kelléket. Hülyét csináltál magadból. Én nem szoktam színészkedni. Hát te? Csak szilleltél? Még fogadok örülsz is, hogy Stevie elment. Mindig szigorú voltál vele, és szemétkedtél. Te miket hordasz össze? Valahányszor vele foglalkoztam, vagy vele aludtam, mert félt. Ne, te haragudtál rá, féltékeny voltál. Fogd már be! Mi van? Meg akarsz ütni? Most, hogy ő már nincs, csak én maradtam. Na rajta! Üss meg! Üss meg! Állok elébe, üss! Üss!
Hallod ezt? Nem csak te maradtál nekem. Elméletben gyászoló anya vagy. Nem ártana úgy viselkedned. Megértetted? Apu, feltettek egy rakás kérdést. Újra, meg újra, meg újra, vagy egy milliónyit. És csak azt akartam, hogy örüljenek. De nem én tettem. A Crittenden megyei legfelsőbb bíróság összeül. Mivel Mr. Miskelly visszavonta a vallomását, felteszem, nem óhajt vallani vádlottársai ellen. Így igaz, bíró úr. Ez esetben az ő ügyét külön tárgyaljuk. Mert társai terhelő vallomásával sérülnének alkotmányos jogai. Óhajt még valamit? Nem, köszönöm. Külön tárgyalás. Jesse ügyét önállóan veszik. Kerestelek otthon. Beszélnünk kellene valamiről, személyesen. Van kedved holnap velem ebédelni? Ekkor az árkétben? Nagyon fontos lenne. Köszönöm. Jó ét! Mondd el, mi történt a Robin Hood erdőben. Jesse futni kezdett, és elkapta Steve-t. Majd Michael és Chris kiugrottak a fából. Azután megfogták őket, és megölték őket. Milyen felvették, és egy vödröt tettek a sebe alá. Majd pohárba öntötték, és megitták. És senki sem tudja, mi történt. Csak én. Mit hozhatok? Ó, kaphatnék egy teát, kérem. Cukorral vagy nélküle? Cukor nélkül, kérem. És önnek pedig egy kávét feketén és egy pohár vízet. Úgy van, köszöni. Már is. Enni?
Manapság gyakran jövök. Nagyon csinos. És kedvel téged. A jó jött a vonzerőm. Kösz, hogy eljöttél. Tudom, sok a dolgod. Örültem, hogy jelentkeztél. Mi volt olyan fontos, Maggie? A rendőrség felhívott. Bejöttek az irodámba. És rengeteg kérdést tettek fel rólad a múltad kapcsán. Mindent tudtak a válás lezajlásáról. Tudtak mindent. Mintha keresnének valamit, amit bevethetnek ellened, és tőlem vártak segítséget. Talán remélték, hogy haragszom a válás miatt. Rémesen sértve éreztem magam. Haragomban a képükbe vágtam, hogy hibáznak. A végén talán perrel is fenyegetőztem. Hiszen téged tisztelnek a városban, nem téged fogtak perbe. Nem, nincs semmi baj. Kösz, hogy szóltál, és hogy a pártomat fogtad. Parancsoljanak. Az ügyvédem már elküldte a megegyezést. Megkaptam, de attól tartok, elkeverhettem. Majd küld egy másik példányt. Annyi papírmunkával jár az ügy, hogy kész káosz minden, de meg lesz. Ron, aggódom miattad. Azok a fiúk meg sem érdemelnek. Abból, amit láttam és olvastam. A rendőrség biztos az ügyben. Alaposan meggondoltad? Igen. Alaposan. Az a baj, hogy hajlamos vagy személyes ügynek tekinteni, és csőlátásod alakul ki, és megszállott leszel. Igazad van, Maggie. Ha azt látom, hogy egy város elveszít három gyereket, majd bosszúból feláldozna még hármat, az tényleg személyes ügynek tekintem. És kissé megszállott leszek. De a magam módján intézem, miattam nem kell aggódnod. Ha meg a rendőrség olyan átkozottul biztos az ügyben, miért támadnak engem és zaklatják a volt nejemet? Holnap a bíróságon kell lennem. Korán. Még egyszer köszönöm, hogy megvédtél. Majd aláírom a papírokat. Ron, kérlek, ne! Majd követtük elennyomozót az erdőbe. Egész a Ten Mile Bayúig. Elértük a nagy szennyvízcsövet, ami a kocsimosóból jön, és... Fölösleges ez a tárgyalás. És odaértünk a forrás azon szakaszára, ahol... Csak pörgöljék meg, és essünk túl rajta. Na, akkor ezek a parazita firkászok visszamehetnének oda, ahonnan előbújtak. Négy kézláb kúszva éreztem valamit a kezemmel. Egy ruhadarab volt. Kiderült, hogy egy fehér ing, amit egy ággal nyomtak a sárba. Tovább mentem a töltésen, és akkor bukkantam rá a másodikra. Ez Steve Branch holteste, miután kihúztam a vízből. Ben, szent össze magad. Nem bírom. Az áldozat anyja összetörten kivon. Stevie?
Mrs. Wilson? Igen? Bocsánat a zavarásért, de semmi baj. Tudja, megtaláltam a házi feladatot, amit Stevie írt aznap előtte, és azon gondolkodtam, vajon leosztályozná-e? Hogyne. Köszönöm. Hibátlan, mint mindig. Remek matekos volt. Szorgalmasan tanult minden tárgyban. Jó kis fiú volt. Igen, valóban az volt. Köszönöm. Have seen me. Tessék. Miközben felvette a vádlott tanúvallomását, lejátszott neki egy felvételt? Ó, igen, uram. Méghozzá ezt. És senki sem tudja, mi történt. Csak én. Miután meghallgatta, hogy reagált a vádlott? Azonnal kijelentette, hogy mindezt el akarta mondani. Közölte, hogy jelen volt a fiúk megtámadásánál. Előtted van a három halott fiú fotója. A három közül melyik az, akit Damien szerinted megütött? Miss Kelly tanú rámutatott a harmadik fotóra. Ki is ő? Michael Moore. Akire mutatsz, az a Byers fiú. Christopher? Igen, ő az, rámutattál? Aha, igen. Mindez mikor is történt? 12 körül, délben. Értem. Miután vége volt a tanításnak? Én nem járok suliba. Ezek a kisfiúk biztos... Nem, ők... Ők lógtak a suliból. A kisfiúk nem lógtak aznap az iskolából, ugye, felügyelő? Nem, valóban nem lógtak. Jesse szerint a gyilkosság dél körül történt. Ön tudta, hogy ez nem helytálló, ugye? Úgy van. Jesse, mikor értek a fiúk az erdőbe? Azt hiszem úgy 5-6 óra körül. Korábban azt mondtad 7 körül. Mégis mikor? 7 vagy 8 lehetett. Tényleg? Biztos vagy benne? Igen, persze, mert már sötétedett odakint. Értem. Mivel kötözték meg a fiúkat? Kötéllel. Amikor előkerültek a holttestek, mivel voltak megkötözve? A saját cipőfűzőikkel. Hogy lehet, hogy ezt nem tudta? Miért érett? Valamikor a nyomozás során nem ötlött fel önben, hogy ez a történet volt, miért nem tudta? Már nem számít fel. Igenis számít. Csak hogy együtteni akarta a bűnösségét, ami gyakori. Láttam már ilyet a karrierem során. Nem kértem, hogy fejtse ki Jesse hátsó szándékát. Az érdekelne, vajon megszokott, hogy szemet hunynak a történet nyilvánvaló ellentmondásai felett, és feltételezik, hogy azon kívül minden igaz? Jesse egyszerűen összezavarodott. Ez minden. Ismétlem, nagyon is...
Tisztában Parancs. Vagyok vele, hogy roppant felkavaró az ügy, de a bíróság nem tűrhet semmilyen hangoskodást, sem egyéb fajta érzelmi kirohanást. A következő ítélet született. Jesse Lloyd Miskelly Jr. vádlottat bűnösnek találtuk. Elsőrendben Michael Moore életének kioltásával. Másodrendben Christopher Byers és Stephen Branch életének kioltásával. Hamarosan vége. Győzni fogok. Győzni fogok. Mit gondolnak a büntetésről? Önök szerint igazságos és helytálló volt? Életfogytiglan? Nekem megfelel. Egy meg volt, marad még kettő. Az urunk, Lucifert és az angyalok harmadát kiüzette a mennyből. Nem kellettek neki, mert Lucifer rosszra befolyásolta őket. Az ördökhöz és a sátánhoz imádkoztak. Imádták a sátánt minden formában. Vad, őrült orgiákkal. Háború folyik. Érthető, hogy ilyen indulatot váltanak ki a gyilkosságok istenfélő emberekből. Önök szerint mi vette rá a fiatalokat, hogy gyerekeket válasszanak? Háború folyik. Háború a sátán és a mi urunk között. A sátán, Lucifer szolgákat keres maga mellé, hogy megdöntse a mennyei irodalmat. Kötelességünk tenni ellene. Nem hagyhatjuk, hogy győzedelmeskedjen, különben ördögi hadak fogják meghódítani a földet. Az efféle ítéletekkel tehetünk ellenük. Mi is tehetünk ellene, barátok. Ne jöjjön a közelünkbe. Mi a jámbor hívők ugyanúgy felvehetjük a harcot. Ne is szóljon hozzá. Azt hittük, elég megértette. A hit és elég az ima ehhez a harchoz. Hisz az úr mellettünk. Világos. De be kell látni a patás seregét. Az aklatja a nejemet. És úgy elintézem. Hogy csak te, menjünk haza, gyerek. Nem hagyatkozhatunk a fél az imára, mert a gonosz kihívást intézett hozzánk a három kis angyal megölésével. Én azt mondom, legyen, állok elébe. Számomra ez a hely a földi pokol, tudván, hogy a három kis csöpséget megölték. Az én fiamat kasztrálták. Lefektették a folyópartra és hagyták elvérezni. Tudom, hogy fulladozott. Hogy áll a dokumentumfilm? Minden nap itt vannak, interjúvolják a családokat. Izgalmas lehet. Igen. Egész jó anyag jött össze. Különösen John Mark Byers élvezi a figyelmet. Nem egy gátlásos alak. Nem tett vagy mondott valami szokatlant? Nem. Nem arra gondolok, hogy szónokol a riportereknek. Nem tett valami gyanúsat vagy furcsát? De. Mi sem igen értettük. Elég furcsa volt. Ajándékba adta ezt a dokumentumfilm stábjának. Mikor akarta ezt elmesélni? Mr. Fogelman csak tegnap adta ki a kapcsolódó anyagot. Már hónapok óta tudtak róla. Miért titkolták el? Előbb el kellett küldenünk a laborba, DNS vizsgálatra. Vért találtak a késen? Pár cseppet. Már is megmutatom. Itt, ahol a penge csatlakozik a nyélhez, nem volt sok. Pont annyi maradhat rajta tisztítás után. Átfutott az agyamon. Január 26-án a nyomozó kérdésére, hogy használta-e a kést, azt válaszolta. Még sosem. Szarvasvadászatra szántam, de még nem volt alkalmam szarvast vágni vele. Úgy van. De ezt úgy értettem, hogy még nem vadásztam ezzel a késsel. Azt nem állítottam, hogy nem használtam szarvas húsvágására. Gicsol felügyelő említette, hogy vért találtak a késen. Nem emlékszem. Nézzük vissza a jegyzőkönyvben, 7. oldal. Még egyszer megkérdem. Gicsol felügyelő mondta önnek, vért találtunk a késen? Igen, uram. Azt is mondta, hogy a vér a késen Krisztől származott? Nem emlékszem, mindjárt megkeresem. Azt válaszolta Gicsolnak, hogy fogalma sincs, hogy kerülhetett Krisz vére a késre. Igen, uram, fogalmam sincs, hogy történt. Nem tudja, hogy kerülhetett emberi vér arra a késre? De igen. A minap épp vathúst akartam metélni, hogy jó kis ragut főzzek belőle. És
Megvágtam a combom. Mr. Byers. Emlékszik, hogy azt mondta, nem rémlik, hogy megvágtam volna magam, vagy akár szarvashúst vágtam volna vele, ezt a választ adta? Igen, uram. És ez lenne az igazság? Akkoriban, amikor kérdezett, gondolom, vagyis valószínűleg nem emlékeztem. De persze aznap később már eszembe jutott, és el is mondtam neki. Jézus Urunk is szilárdan áll bírái előtt. Jó példát mutatott. Uram, derekasan helytállt. Gratulálok. Elfutottam. És Jesse elkapott. És megkötözött. Mivel kötözött meg? Kötéllel. Majd megfogta a kezem, és megvágtuk Chris-t. Jesse és Damien felvették, és egy vödröt tettek a sebe alá. Majd pohárba öntötték, és megitták. Pohárba öntötték a vérét, és megitatták veled. Igen, uram. Aaron, ugye ezt nem csak kitaláltad? Nem. Hiszen barátok vagyunk. Persze. Jó haverok. Eszedbe se jutna, hogy hazudj nekem. Nem. Honnan tudjam, hogy igazat mondasz? Azt nem tudom. Jó napot. A nevem Ron Lex, nyomozó vagyok. Damien Eccles és Jason Baldwin ügyvédjeivel dolgozom. Sajnálom, de nem beszélhetünk. Érti? Nem szeretnék belekeveredni. Mrs. Hutchison már belekeveredett. Kiemelkedő szerepe van a vádügyében. Ön az egyetlen, aki kapcsolatba hozta Jesse-t és Damien-t. Nem. Nem, erről nem beszélhetek. Kérdezze meg Don-t. Donald Bray nyomozott? Igen. Igen, őt. Csak menjen. Kérdezze Don-t. Nem érek rá, elnézést. Miért kereste fel Vicky Hutchison-t? Bajban van? Talán érintett egy hitelkártya csalásban a kamionos pihenőben. Hát behívtam. Behozta a fiát. A három kis rác eltűnése másnapján. Gondoltam, tudnia kell, hogy a fiam, Aaron, jóban volt az eltűnt fiúkkal. Michael Moore és Chris Byers a két legjobb barátja. Talán tud valamit, amivel segíthet nekünk. Azt mondom, lehetséges. Ugye, kicsikém? Meg lehet. Aaron pedig mesélt az erdőkben tartott találkozókról. Logikusan hangzott, mert tudtam a sátáni szektáról. Szóval tudott a szektáról? Sajnos már jó ideje számítottunk valami ilyesmire. Hogy igazolta Aaron sztoriát? Kifaggattam Vickit. Kérdeztem, hogy tud-e az okkultról, a sátánimádókról, de nemet mondott. Majd felvetette, hogy mi lenne, ha utána nézne. Hát, ha megtud valamit. Jesse! Egy kis cukorfalat vagy, hogy segítesz ebben a pokoli hőségben. Az nem nagy ügy. Mondd csak, te ismered ezt a Damien Eccles-t? Há, igen, elég furcsa. Hát, akkor nagyon szeretném megismerni. Össze tudnál minket hozni? Vicky, ők Jason Baldwin és Damien Eccles. Gyertek be, fiúk. Igyunk valamit. Köszönöm, Jesse. Majd találkozunk. Megmondtam Damiennek, hogy nagyon érdekelne a sátánizmus. És akkor elhívott egy eszpátra. Az meg mi a pokol? Utána néztem, az a boszorkány találkozó. Nyílt mezőn gyűlnek össze, teli hold idején.
Damien odavitt a kocsijával, vörös Ford Escort. Én mentem, Damien és Jesse. Mindenki feketébe volt öltözve, nem látszódott az arcuk, és elkezdték egymást vetkőztetni. Megkértem Damient, hogy vigye haza. Nem bírtam ott maradni, úgy féltem. Szóval félt? Féltette az életét? Igen, uram. Megbocsásson, de ez merő marhaságnak hangzik. Damiennek nincs jogsia, vezetni sem tud. A családban senkinek sincs vörös Ford Escortja. Csak azt mondom, amit ő mondott nekem. Aaron is hasonló szertartásról beszélt. Feketére festett emberek kántálnak, egymással párosodnak. Talált egyáltalán bizonyítékot Vicky és Aaron sztoriára, amit Damient a gyilkosságokhoz kapcsolná? Tárgyi bizonyítékunk nincs. De van valami egyebünk. Megvan Jesse vallomása. Csak hogy Vicky terve befutcsolt. Damien nem bukott le. Még csak nem is mondott semmit. Igen, de Vicky tervében benne volt Jesse is. Bevitte az oroszlán barlangba. Inkább tőle kaptak vallomást. Jason Baldwin egyetlen bűne, hogy rossz barátot választott. Nem ettől intettek minket a mamáink? Aaront behívják tanúskodni. Na, dehogy. Látta a felvételt. A kölyök azt hajtja, hogy egy vödörnyi vérből ivott, amiről már tudjuk, hogy puszta fantazmagória. Minden szava hazugság. Az esküdtek nem hallhatják azt a konfabulációt. Tehát az esküdtek nem látják a srácot, aki az ügy katalizátora volt. Hiszen meghallgatták. Emlékeznek, milyen nevetségesen manipuláltak Gitchell. Senki sem tudja, hogy mi történt, csak én. Muszáj ez a színjáték? Mi egyebet tudnak? Az állom vagy 600 bizonyítékot küldött a laborba, mégsem volt, ami a tetthelyhez kötné Damien, Jason-t és Jesse-t. Nézzék csak! Gitchell azt nyilatkozta, hogy az ügyiratszámban 666 csupán véletlen. A rendőrségi jelentést Ridge nyomozó írta alá a harmadik napon, és az ügyiratszám 555-re végződik. Képesek kicserélni az ügyiratszám végét a sátán számára? Ez boszorkányvadászat. A fiúk nem gyanúsítottak voltak, csak célpontok. Amint meglátták őket, nem is kerestek más gyanúsítottakat. Annyi baj legyen. Mi is vizsgálódhatunk. Már több irányban is elindultunk, de folyton csak akadályoznak. Megtesszük, amit lehet. Talán nem bizonyíthatjuk, hogy nem ők tették. De bizonyíthatjuk, hogy a rendőrök nem is kerestek tetteseket. Nem érti? És senki sem tudja, mi történt. Csak én. Úgy egy éve Damien közölte, hogy a helyiek elérték az állati áldozatbemutatás végső fázisát. Akkor nyáron azt mondta, most jöhet a következő lépés, az ember áldozat. Ember. A szerdai nap során jártál a Robin Hood erdőben? Nem. Jelen voltál a fiúk halálakor? Nem. Sejtett, hogy ki ölhette meg azokat a fiúkat? Nem. Tudod, hogy ki ölte meg a három fiút? Nem. Te ölted meg a három fiú bármelyikét? Nem. Persze, de ez az ügy borzalmas. Na és ha ők tették, gondoltál már erre? Kérdezz szertet? Van csokis vitel kedvence? Nem, köszönöm, most nem kérek. A minap meglehetősen feszültnek tűnt, amikor a hölgy elebédelt. Nagyon csinos. Ő az ex-feleségem. Ó, ugye még nem olyan régóta ex. Minden rendben mostanság? Aggódtam maga miatt. Köszönöm, Annie, jól vagyok. Tudja, hogy az ügyön dolgozom. Persze, hogy tudom. Megérti, miért tartom fontosnak?
Ha nem segít szegényeknek, ki tenné? Fogadok, hogy senki. Magán kívül senki. Ezennel megkeresztellek. Lemosom vétkeidet a mindenható nevében. Csak annyi terhet helyez rád, amennyit elbírsz. Könyvek a vér életerőre való hatásáról írnak. Minél fiatalabb az áldozat, annál több energiát adhat. És a sérülések minősége okkult jelleggel ruházza fel ezen bűncselekményt? Igen. Egyes okkult ritusokra jellemző a túlgyilkolás. Az áldozattal végeznek újra és újra, számos vágással, ütéssel. Ön úgy véli, hogy ez a bűncselekmény magánviseli az okkult hit jegyeit? Konkrétan a sátánimádó vallásé. Dr. Griffiths, a PhD-éhez milyen tárgyakat kellett hallgatnia? Semmiet. És elárulná, hogy sikerült bejutnia a Columbia Pacific Egyetemre? Ki kellett töltenem számos dokumentumot. Efféle szórólapokat töltettek ki önnel? Hívjon minket, és megtudja, hogy szerezhet könnyen doktorátust. Ez levelező főiskola, nem de? Egyetem. TV hirdetésük van, látták már? Csupán meg kell írni, miből szeretnének diplomát. Tudta, hogy az levelező iskola? Bíró, én nem. A tanú postán rendelt PhD-vel rendelkezik egy nem akkreditált jellegű intézménytől. Dr. Griffiths, nem fogadjuk el szakértőként. Kétlem, hogy Arkansasnak szakértőre lenne szüksége erről és ehhez hasonló területekről. És nem győzött meg az érvelése a levelező PhD ellen. Ezért úgy döntöttem, elfogadom az okkult tudományok szakértőjeként. A vezetőt keresem. Marty Kinget. Bent van? Hátul pakol. Már is hívom. Úgy látom, nagy itt a forgalom. Már sokkal nagyobb, mióta elkapták a mocsok sátánistákat. Mondja, miben segíthetek? A nevem Ron Lex. Nyomozó vagyok, és feltennék néhány kérdést május 5-e éjjeléről. Természetesen örömmel. Segítek, amiben tudok. Hé, főnök! Esküszöm, ezt most látom először. Ki az a Christopher Morgan? Volt bármi köze a három kisfiú valamelyikének a halálához? Nem. Tudja biztosan, hogy ki okozta a fiúk halálát? Nem. Visszatart bármi információt a három fiú kapcsán? Nem. A poligráf hazugságot mutat. Azt mondják, túl nagyok voltak a görbék. Nem értem, hogy szúrtam el. Biztosan izgultam. Ez tényleg kurva!
kurva nagy kicseszés! Krész, törvényes kötelességem kideríteni az igazat. Hiszen én igazat mondok! Vagy felmenteni, ha nincs köze a büntethez, de a poligráf eredménye alapján nem egészen őszinte hozzá. Most mit vár tőlem? Hazudjak? Oké, kamúzni fogok. Megöltem őket, meg a többi baromság. Most letartóztat? Nem, nem akarom. Ezt nem tehette. Talán bekattantam. Vagy üres járatomban kinyírtam a három kisfiút. Meg segbe kúrtam őket, vagy mi? Tehát lehetséges, hogy maga tette? Nem! Még sohasem ártottam senkinek szándékosan. Esetleg két énje van? Én vagyok Chris McHyde. Rolex vagyok. Erre jöjjön. Chris, hogy kerülsz ide? Chris! Bíró úr, a védelem szólítja Christopher Morgan. Leszek, ne figyelj. Bíró úr, odaléphetek? Az Oceanside-i rendőrség jelentése alapján kérdeznék, amiről megállapítottuk, hogy irreleváns. Tudomásom szerint a fiatalember visszavonta a vallomását. A kérdéseink a rendőrség bizonytalanságára irányulnának. Miért lenne releváns a vallomása, bíró úr? Kikérdezhetünk tanukat, akiket gyanúsítottként hallgattak ki, mielőtt szűkült volna a kör a vádlottakra. Nem engedem, hogy felvonultassák az összes gyanúsítottat, ha csak nincs bizonyítékuk, mely összefüggésbe hozza az esettel. Bíró úr, nem gondolja, hogy egy vallomás elég bizonyító erővel hathat? Bíró úr, odaállíthatnának bárkihez az utcán ezzel, hogy bevallja. Nem egy bagatelizálja el. A kihallgatást az Oceanside-i rendőrség végezte a West Memphis-i körzet kérésére. Jól van, rendben, kikérdezhetik a tanút. Még valami? Hölgyeim és uraim, meghallgatást kell tartanom zárt ülésen, ezért megkérem önöket, hogy mi? Fáradjanak vissza a szobájukba. Törvényszolga, ürítse ki a termet. Bíró! Kérek minden megfigyelőt és a sajtó képviselőit, hogy fáradjanak ki. Ön is, Mr. Lex, nem tagja az igazságszolgáltatásnak. Mr. Morgan, kérem jöjjön ki és tegyen est. Miért kérdezik ki Chris Morgant? És miért nem hallhatjuk a mondandóját? Bobby DiAngelo fotót kért a fiamról, elhozta Chris a házamba. Jogom lenne meghallgatni. Így van, Mrs. Hobbs, mint mindnyájunknak. ...1993. május 17-én kihallgatták Oceanside-ban. Mindnyájan szeretünk és sokat gondolunk rád. Folyton imádkozunk érted. Csak kérlek, most maradj erős. Ez nagyon fontos. Az imák tartják benned a lelket. Tudom, és imádkozom is. Bízz az Úrban. Azért mondta, hogy szabaduljam? Igen, 17 óra után bárki azt tenni. Hogyne. Mielőtt megtette volna a kérdéses vallomását, haragjában azt mondta a tisztnek, hogy ha azt akarják, hogy hazudjak, hazudni fogok, és azt mondom, én tettem. Igen. Aha. És közvetlen ezután is mit tagadta, hogy tudomása lenne a bűncselekményről? Igen. Nos, még valami? Jesse Miskelly bevallotta a tettét, majd tagadni kezdte, és most börtönben van. Ez a férfi ugyanezt tette. És kérjük, engedélyezze, hogy az esküdtek is meghallgassák a vallomást. Nem. Jogunkban áll észszerű kétséget ébreszteni, ez lenne mondja, a célunk a vallomásával. Ébreszteni vagy kreálni? Is. Burnett nem hagyta tanúskodni. Pedig fontos lenne, hogy lássák, milyen önkényes az eljárás. Tudom, de a bíró szerint nem releváns, mert Morgan közölte, hogy hazudni fog. Egyébként Fogelman szerint sincs meg a felvételen az a rész, amelyiken vallomást tesz. Mi? Ez marhaság. Nem látni, mert Morgan zsebkendőt tett a lencse elé. Láttam. Végignéztem az egészet.
de hallani, amikor vallomást tesz. Csak hogy Fogelman azt mondta... Az audio rész megvan, bár le volt fedve a lencse. Megmondta? Végignézték egyáltalán a 6 órás felvételt? Összefoglalót kaptunk a rendőrségtől. Összefoglalót? Mióta hagyatkozunk a rendőrségre? Ron, nem volt rá elég időnk. Se pénzünk. Megmondhatta volna Burnettnek, hogy ez mit az... Mit mondhattam volna? Ha maga szeretné tárgyalni az ügyet, Ron, kijárhatta volna a jogot. Hagyjon minket dolgozni, és intézze a saját dolgát. Nagyon sajnálom, Ron, de túlterhelnek minket. Fogelman eláraszt az anyagokkal. Csupán 13 000 dokumentumból áll a rendőrségi nyomozás. Nincs elég időnk, nincs elég emberünk, se pénzünk. És lássuk be, Burnett még esélyt sem akar adni. Micsoda kihívás volt megőrizni ezt a farmot? Bizony. Hiszen, lássuk be, nincs könnyű dolga manapság a földműveseknek. Le a kalappal Weilerékkel, aki ilyen egy folyószágot tenyésztett. Jason, az ügyészi hivatal alkut ajánlott neked. Ha tanúskodnál Damien ellen, csupán 20 év börtönt kapnál, és nem halálbüntetést. 10 év múlva már kikerülhetsz, talán hamarabb. Az akkor is hosszú idő. 10 év múlva mennyi leszel? 26 éves? Még előtted áll az egész élet. Ellened gyenge lábakon áll a vád. Csak hogy minden erejükkel azon lesznek, hogy összekapcsoljanak Damiennel és a hitével. A bizonyítékok hiányának dacára valószínű, hogy Damient elítélik. Ez esetben nem hagyhatjuk, hogy téged is magával ráncson. Nem tehetem. Nem hazudhatok, nem lenne helyes. Nem megy. Amikor kint voltál a softball pályán, hallottad, hogy emlegették volna a gyilkosságokat? Igen, uram. Hallottam, hogy Damien Echols azt mondta, ő ölte meg a fiúkat. Hallottam, hogy Damien Echols azt mondja, ő ölte meg a 3 fiút, és mielőtt feladná magát, meg akar ölni még 2-t. És már ki is választotta az egyiket.
A vallomást tévő személy jelen van ebben a teremben? Igen, uram. Rámutatnál arra az illetőt? Ő az. Vegyük jegyzőkönyvbe, hogy a tanú azonosította Damien Echost. Ha van más is ebben a teremben, aki jelen volt annál a vallomást tételnél, megmutatnád az esküdteknek, hogy ki volt az? Bíró úr, vegyük jegyzőkönyvbe, hogy a tanú azonosította a másik vádlottat. Jason Baldwin-t. Uram, jól érzi magát? Értesítettem a rendőrséget. De mire még biztos megjelent a kiadó ablak előtt, az illető távozott, és másnap megtalálták a holtesteket. És Ridge és Ellen nyomozók eljöttek jelentést írni. Egyenest a tetthelyről jöttek át. És egyikük megkérdezte, nem volt véletlenül a fekete férfinak sáros a lába, mint nekem, mert egész délelőtt vízben tocsogtunk, meg sárban. Értem. És amikor ránézett, mit látott? Azt mondtam, igen, uram, a nadrágja és a cipője is sáros volt, és nedves, egészen a térdéig. Mint magának. A rizsnyomozó, amikor 1993. május 6-án elment a Bojangles étterembe, vett mintát a női mosdó falán talált vérből. Igen, uram. Találtam némi vérnyomot a Bojangles női mosdójában. Nyomozó, pontosan mikor küldte el a mintát a bűnügyi laborba elemzésre? Nem küldtük el. Micsoda? Értem. Elárulnál jelenleg, hol vannak a minták, nyomozó? Nem tudom. Uram, elvesztek. Mi? Úgy érti, a vérmintát, amit bizonyítékként hozott el, hogy a bűnügyi laborba küldje, egyszerűen elvesztette? Igen, uram. Én hibáztam, elvesztettem egy bizonyítékot. Damien, ezt a könyvet a boszorkányságról hol szerezte? A könyvtár időnként 10 centért adja a selejtkönyveit. Damien, több helyen pirossal alá van húzva néhány utalás az ördögre. Már eleve így vettem. Valaki ebből írhatott beszámolót, mert a margó mindenütt tele van jegyzetekkel, dátumokkal. Értem. Világos. Damien. Miért szeret feketében járni? Azt mondták, jól áll nekem. És könnyebben boldogulok. Azt gondolják, különc vagyok. És elkerülnek. Az okkult sátáni részét is tanulmányozta? Jól sejtem? Valamennyire vágom. És Mary Alistair Crowley nevét? Az írásai alapján fontosnak tartja az ember áldozatot, jól tudom? És meggyőződése volt, hogy ő Isten. Szóval... Az írásai azt csugalják, hogy a gyerekek a legmegfelelőbb alanyok ember áldozatra. Így van? Igen, uram. Azt mondja, Crowley magának nem bír jelentőséggel? Tudom ki ő. Olvastam róla, de tőle nem olvastam semmit. Felismeri ezt? Mi ez? Egy dolgozatom a titkos ABC-kről. Hogy ne tudják elolvasni az írásomat. Milyen nevek szerepelnek rajta? Az enyém, Jasoné, az újszülött fiunké és az egyik név Alistair Crowley. Tehát az egyetlen név az írásban
Az önén kívül a legjobb barátjáin és a fia nevén kívül Alistair Crowley-é. A maga mondja az. A letartóztatása előtt említette Ridge nyomozónak, hogy egy fehér boszorkány csoport tagja, ugye? Vika vagyok, de sosem voltam csoport tagja. Ezt csak kitalálta? Igen. Ridge nyomozó azt is megkérdezte, miért ölhették meg a fiúkat, és azt mondta az illető vagy beteg, vagy sátánista, jól mondom? Megkérdezte, lehetséges-e, hogy sátánista tette, és azt mondtam, igen, talán. Amikor Ridge megkérdezte, mit érezhet vajon az elkövető, azt válaszolta, elégedett lehet, boldog, mert hatalmat kapott. Jól mondom? Vagy talán Ridge ezt is kitalálta? Nem, ez súgta a józan eszem. Ha valaki megtette, biztos akarta is. És ha megtett valamit, amit akart, az örömmel tölti el. Ezek szerint... logikusnak tartja, hogy 3-8 éves kisfiú megölése örömet okoz? Annak tuti, aki megtette. Bűnnek számít feketében járni? Önmagában? Nem. Bűnnek számít heavy metal zenét hallgatni? Önmagában? Nem. Az árnyak könyve. Van ezzel valami gond? Nincs. De nem lehet mindezeket külön szemlélni. Együttesen kell megvizsgálnunk. És amikor együtt tekintjük ezeket a közvetett bizonyítékokat, megmutatják, hogy a vádlottak követték el ezt a tettet. Na most, a sátánista eszmékben nem számít, vajon hiszek-e? Hogy vajon a védelem képviselői hisznek-e benne? És mellékes, hogy önök hisznek-e benne? Az egyetlen, ami számít, hogy miben hisznek a vádlottak. Na most gondoljuk vissza. Hány embert mészároltak le a vallás nevében? A hit erős motiváló erő. Mindazoknak, akik valami rosszra készülnek, mentségül szolgálhat a tettükre. Amikor mindezt tekintetbe vesszük, akkor kezdünk belelátni Damien Echozba. Akkor belelátunk az emberbe. Betekintünk! És nem találjuk a lelkét. Kezdeném az első ítélettel. Az esküdtek Damien Echolst bűnösnek találták Stevie Branch meggyilkolásában. Az esküdtek Damien Echolst bűnösnek találták Chris Byers meggyilkolásában. Az esküdtek Damien Echolst bűnösnek találták Michael Moore meggyilkolásában. Ne! 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 Az esküdtek Jason Baldwint bűnösnek találták Stevie Branch meggyilkolásában. Az esküdtek Jason Baldwint bűnösnek találták Chris Byers meggyilkolásában. Az esküdtek Jason Baldwint bűnösnek találták Michael Moore meggyilkolásában. Fel tudna hozni bármelyikük olyan törvényes okot, mely megakadályozná a büntetés kiszabását? Nem, uram. Hogy ártatlan vagyok. Pardon, bocsánat, nem hallottam. Az, hogy ártatlan vagyok. Az esküdtek a bizonyítékok alapján másként vélekednek. Mr. Baldwin, az imént három rendben is vétkesnek találták gyilkosságban. Ezért a büntetése az Arkansas-i fegyházban
életfogytig tartó fogvatartás a kegyelem lehetősége nélkül. Mr. Eccles, ugyancsak vétkesnek találták három rendbeli gyilkosságban, melyeket Michael Moore, Chris Byers és Stevie Branch ellen követett el. A sheriffi hivatal őrizetében marad, és haladéktalanul átszállítják az arkansasi fegyházba, ahol 1994. május 5-én halálos mennyiségű, gyorsan ható barbiturát és egy paralitikus hatású szerkeverékét fecskendezik be a testébe, mely végül kioltja az életét. Pokorban fogsz égni, majd meglátod! Úgy is oda vágytál! Megértem el tette! Megértem el tette! A pokorra fogsz égni! Mrs. Hobbs, Rolex vagyok. Tudom ki maga. És nem is gyűlölöm. Az ügyvédeket sem. Csak ne feledkezzen meg rólunk. Csak ne felejtsen el minket. Nem fogok. Nem tudnék. Mióta az első nap megpillantottam a tévében, olvastam az aktákat. Láttam fotókat a fiáról. Mindörökre belém vésődtek. Megértem, hogy jelenleg képtelen könyörületet érezni a megvádolt fiúk iránt. Ezt őszintén megértem. De ha ezek a fiúk ártatlanok, szeretné, hogy még három család elveszítse a gyermekét? Ezt találtam. Terry cuccai között. Ez Stevie zsebkése. Hicks nagypapától kapta. Az apjától? Igen. Apámtól. Stevie imádta ezt. Az új bicikliét is. Mindent, amit a papától kapott. Sehová sem ment nélküle. Mindig nála volt. Szerintem aznap is nála lehetett. A halála napján? Nem értem, hogy nem találták nála. És azt sem értem, hogy került a férjemhez. Gyanítja, hogy a férjének köze van hozzá? Nem tudom. Nem tudom. Én már semmit sem tudok. Jesse vallomását meghallgatva, hogy annyi mindent nem tudott, és a véres férfi a Bojangles-ben, és Mark Byers és a véres kése, és a lányok az emelvényen úgy viselkedtek, mintha csak egy játék lenne. És mi volt Chris Morgannel? Azt mondták, vallomást tett Kaliforniában. És még csak nem is hallhattuk a tanúskodását. Úgy érzem, mindenki, a rendőrség, a bíró, mindenki, csak úgy önkényesen választott gyanúsítottat. Már semmit sem értek. Sajnos én sem.
de azt súgja a szívem, hogy Damien, Jason és Jesse nem bűnösök. Aaron Hutchison, a fiú, aki hajmeresztő történeteket mesélt a rendőrségnek, most azt állítja, valójában nem tudja, mi történt. Édesanyja Vicky ugyancsak visszavonta a vallomását, azt állítván, hogy a rendőrség halálra rémítette. Két évvel a tárgyalás után John Mark Byers feleségét holtan találták házukban. A hivatalos jelentés szerint a halál oka ismeretlen. A rendőrség Terry Hobbs 1993-ban begyűjtött hajmintáját nem küldte be vizsgálatra. Ron Lex tovább dolgozott a védelemnek, így 2006-ban titokban sikerült DNS mintát szereznie Terry Hobbs-tól. A 2007-ben a védelem megvizsgáltatta a Ron Lex által begyűjtött DNS mintát, és kiderült, hogy Terry Hobbs hajszálát találták meg Michael Moore kötelékén. A Bojangles étterembeli véres férfi azóta sem került elő. Tizennyolc évnyi fogvatartás után Damien, Jason és Jesse megköthették a ritka Elford alkut Arkansas államával. A megegyezés értelmében 2011-ben szabadon bocsátották őket, habár elítélt bűnözők maradnak. Pam Hobbs továbbra is kutat az igazság és fia gyilkosa után. Stevie, Michael és Christopher emlékére. Rendezte Etam Egoyan. A forgatókönyvet írta Paul Harris Boardman és Scott Derrickson. Készült Mara Leverett Devil's Knot című könyve alapján.
Fényképezte Paul Sárosi. Zene Michael Dana. Étam Egoyan filmje. Colin Firth, Kőszegi Ákos. Reese Witherspoon, Kökényesi Ági. Ördög lakat. További magyar hangok. Szalai Csongor. Sallai Nóra. Seder Gábor. Horváth Gergely. Kisfalusi Lehel. Csík Csaba Krisztián. Bálint Adrien. Varga Gábor, Élő Balázs, Potocsnyi Andor, Barát István, Dányi Krisztián, Hamvas Dániel, Besztercei Attila, Stern Dániel, Császár András, Faragó András, Oroszi Tamás, Kiskovács Luca. Magyar szöveg Vajda Evelin. Hangmérnök és vágó Takács György. Gyártásvezető Lajtai Erzsébet. Szinkronrendező Zákányi Balázs. A szinkront a Digi Kft. Megbízásából a Masterfilm Digital készítette 2015-ben. Produkciós vezető Jávor Barbara.